A jó idő megérkezett, és a horgászat szerelmesei elkezdhettek szenvedélyüknek élni. A kialakult helyzet persze itt is új szabályokat és magatartási formákat kíván. A telepítések megkezdését a pandémiás helyzet szerencsére nem befolyásolta. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közhasznú horgászszövetség zavartalanul kezdhette meg munkáját, ami fontos, hiszen kezelésük alá tartozik a megye összes folyóvize, kivéve a Lónyai csatornát és számos állóvíz is, összességében nagyjából mintegy 5400 hektár vízfelület. Szerencsére nekünk ez nem okozott problémát, ugyanis a hal megfelelő mennyiségben és formában a rendelkezésünkre, valamint az ehhez szükséges anyagi forrásaink is megvoltak, úgyhogy meg tudtuk oldani a tavaszi telepítéseinket, sikeresen el is végeztük már. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a kúrnak a költségvetési dolgaink, ahogy azt szeretnénk, akkor ebben az évben jelentős plusz kihelyezéseket is szeretnénk végrehajtani. Az éves halgazdálkodási terven felül nem csak vásárolt halivadékot telepítenek. Az utóbbi években nagy hangsúlyt fektettek azokra a területekre és azoknak az ivadékoknak a megmentésére, amelyek a nyár végén kiszáradnának, az itt élő ivadékok pedig elpusztulnának. Az alsó Tiszát, Tiszalök alatti részről beszélve, Závony alatti részről beszélnek, 5 éve, tehát 5. éve kaptuk kezelésbe, a felső Tiszát, Závony fölötti rész pedig 4. éve, és úgy gondoltuk, hogy a telepítések útján elérhető halsűrűség az fejleszthető egyéb eszközökkel, és itt hívtuk segítségül a természetes vízi halgazdálkodás egyéb lehetőségeit. Nekiálltunk például olyasmivel foglalkozni, amit korábban nem csináltak itt, hogy mivel elég jó vizes évek voltak korábban, elég olyan terület található a megyében, ahol az ártékben kint rekedt elég sok őshonos halivadék. Elsősorban a ponty van a célkeresztben, és úgy alakítottuk az eszközállományunkat, hogy ezekről a területekről ezt az ivadékot, ezt megpróbáljuk lehalászni és visszajuttatni az anyamedelbe. Tavaly évben kezdtük ezt a tevékenységet, igazából akkor több mint 500 kg picike pontyot és egyéb őshonos halat sikerült már így visszatelepíteni, idejében egy alkalommal sikerült fogni kb. 350 kilót, úgyhogy úgy gondolom ezzel nagyon jó úton járunk, ezt mindenképpen szeretnénk folytatni. Külön intézkedéseket nem hoztak a jelenlegi helyzetre. A Magyarországos Horgászszövetség az államigazgatás, illetve a törvényhozás egyéb szerveivel összhangban határozott meg egy úgynevezett eljárásrendi tájékoztatót, amelyben arra hívja fel a horgászok figyelmét, hogy ne használjanak tömegközlekedést, a családtagokon kívüli személyek tartsanak legalább 5 méter távolságot egymástól, és kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit. A halőrök kiterjesztett jogkörrel rendelkeznek évek óta, így a szabályok betartását ellenőrzik is. A horgászversenyek határozatlan időre el lettek halasztva.